menu. A Forma 1 kulisszatitkai. A Forma 1-es versenypályák zajosak, veszélyesek és gyorsak. Ezért a versenyzéshez sajátos nyelvet fejlesztettek ki. A pilóták, a mérnökök, sőt még maguk az autók is szakadatlanul kommunikálnak egymással. Az elektronika rejtett forradalma megváltoztatta a Forma 1 arculatát. Vezetés és vezérlés. Ennek a szuperszonikus repülőgépnek a pilótája leszállni készül az anyahajóra. Az egész leszálló fedélzet mindössze kétszer olyan hosszú, mint a Forma 1-es box utca. A 23 tonnás gépnek fele ilyen hosszú szakaszon kell landolnia 240 km/h sebességgel. Nem szabad hibázniuk. A fedélzet zajos és zsúfolt. Minden pillanatban gépek szállnak le, folyik a szervizelés, az üzemanyag és lőszerfeltöltés, majd ismét a levegőbe emelkednek. A rettentő zaj és a szédítő nyüzsgés közepette minden az irányítótorony gondos koreográfiája szerint történik. A harckészültségben lévő repülőgép anyahajó fedélzetét a világ legveszélyesebb helyének mondják. Ahogy ez a hely sem sokkal veszélytelenebb. A Forma 1 box utcája zsúfolásig tele van üzemanyaggal, kerékabroncsokkal, berendezésekkel és emberekkel. Különösen veszélyes, mert itt nincs közös irányító. Az egyes csapatok a versenystratégiájuknak megfelelően hozzák be a kocsijukat, időnként egyszerre több autó és szerelő csapat is tartózkodik itt. 19 személy alig 7,5 másodperc alatt végzi el a munkát, tehát mind a 19-nek maximálisan kell teljesítenie. Ha a 19 láncem közül csak egy is rozsdás, elvész 10 másodperc, oda lesz a vezetés, és elvesztik a versenyt. Szó szerint úgy meg van koreografálva, mintha valamilyen színpadon történne. Mindenki pontosan tudja, hogy mit, mikor és hogyan kell tennie, és gyakorolnak addig, amíg tökéletesen nem megy. A technikai leállások stratégiájába beletartozik az ellenfelek megtévesztése és kizökkentése is. Míg a repülőgép anyahajón az általános tájékoztatásra törekszenek, itt a csapatok közötti titkolózás dívik. A dübörgő motorok és a csikorgó kerekek mellett semmit se hallani, és nem lehet beszélgetni. Bár a repülőgép anyahajó zsúfolva van elektronikával, a zajos leszálló fedélzeten ezek nem érnek semmit. Itt kézjelekkel lehet kommunikálni. A legkorszerűbb elektronikával felszerelt milliárd dolláros hajó fedélzetén csak az egyszerű és érthető kézjelek biztonságosak. A box utcában is a kézjelek dominálnak. Lélegzetvételnyi szünet a pilótának. Jönnek az emelők, minden kerékre 3 szerelő jut. A kerékanyákat meghúzzák, a szerelők egyértelmű kézjeleket adnak, az emelőket leengedik és eltávolítják. A tankolás tart a legtovább. Felemelkedik a nyalókának becézett indítótábla, és a kocsi elviharzik. A zajos, stresszes környezetben leginkább az egyszerű jelek működnek. Ez az F-18-as Hornet felszálláshoz készül, rákapcsolták a kilövő berendezésre, és a pilóta gázt ad a felszálláshoz. Majd a pilóta jelzi, hogy levette kezét az irányító berendezésekről. Az indítást távvezérléssel végzi a katapultos tiszt, a kilövő. A pilóta a levegőben veszi át a gép irányítását. Ez pedig a kilövő Forma 1-es változata.
A számítástechnikusok kifejlesztettek egy indítás-irányítás nevű programot. A startvonalon várakozó pilóta csak hátradől, és élvezi az utazást. Elképesztő gyorsulás. Voltaképpen olyan, mint egy hatalmas rúgás. Mintha nem is akarna megállni a starttól az első kanyarig. Az indítás irányítást a gázpedál felengedésével lehet leállítani, és az első kanyar előtt a pilóta visszaveszi az irányítást. Pontosan úgy, mint a repülőgép pilótája a levegőbe emelkedést követően. Az indítás irányítás a motor, a tengelykapcsoló és a motorvezérlő rendszer között automatikusan biztosítja a lehető legjobb startolást. Az önműködő rendszer a kerekekre ható erőt úgy szabályozza a tengelykapcsoló által, hogy maximális gyorsulás jön létre. Tehát a számítógép jobban indítja a kocsit a startvonalról, mint a pilóta. Megtervezett indítást látunk. Rengeteg dologgal kell foglalkozni. És a pilóta nagyon leterhelt a versenynek ebben a korai szakaszában. Ezért azt hiszem, ennek a támogatásnak nagyon örülnek a versenyzők. Az a különbejáratú véleményem, hogy az indítás-irányítás egy nagy baromság, és a fejemet rá, hogy így van. Mario Tysonnek teljesen igaza van. A mérnökök végzik az indítást, mert megmutatom, hogy mit csinál a pilóta. Bum! Csak megnyom egy gombot, semmi más nem tesz. A lábak a padlón. Tehát a pilóta a startnál mindössze a kocsit kormányozza. Ez minden. Nigel Mansell idejében a 90-es években az autóversenyzők maguk rajtoltak. Ugyan látványos, de az égő gumi energiaveszteségre utal. A mostani számítógépes indítás-irányítás csak egy példa, hogyan csökkent a Forma 1-es pilóták szerepe. Már nem egyedül ülnek a versenyautóban. A Forma 1-es versenyeken valaha a pilóta volt az Isten, de ma már nem magában ül a kabinjában. A mai versenyautót már nem egyetlen személy vezeti. A Forma 1-ben csak akkor nyerhetsz, ha mindened megvan. A legjobb autó, a legjobb segédcsapat, és mindenből a legjobb. Csak akkor nyerhetsz. Montoya versenyautóját hatalmas csapat építette meg. Tervezők, mérnökök, aerodinamikusok és szerelők dolgoztak együtt a Williams istálló főhadiszállásán, hogy az autó meglegyen. A Forma 1 csapatsport, és csak a csapat képes a győzelemre. Nem csak az alváz, a motor vagy a kerekek, és nem csupán a pilóta, aki ezeket használja. Csak ha mind a négy megfelelő módon jön össze, akkor van esély a győzelemre. A Forma 1-ben győzni valódi tudomány. A pilóta minden mozdulatát rögzítik, akár versenyről, akár próbafutamról van szó. Ezt az adatgyűjtést hívják telemetrikus adatgyűjtésnek. A telemetria a Forma 1 alapvető segédeszközévé vált, és ma már nélkülözhetetlen. Kizárólag a telemetria segítségével kaphatunk információt, mi alatt az autó a pályán fut, és rengeteg adatra van szükségünk. Az autó minden részében elhelyezett telemetrikus érzékelők rengeteg adatot gyűjtenek össze. Mérik a motor fordulatszámát, az olajnyomást, az adagolón keresztül haladó üzemanyagot, a kuplunk hőmérsékletét, a kipufogó hőmérsékletét, a sebességváltás időzítését, a felfüggesztés mozgását, a gravitációs túlterhelést és sok egyebet. Az adatokat nagysebességű adatkábelek két elektronikus vezérlőegységbe továbbítják.
A kódolt információt mikrohullámú rádióadó küldi el. A pályán száguldó autó állandó számítógépes kapcsolatban van a Box utcával. A hőmérsékletre és nyomásra vonatkozó értékeket folyamatosan figyelik a verseny alatt. A kevésbé fontos adatokat, mint például az oldalirányú gyorsulást, körönként töltik le. Attól kezdve, hogy beindul a motor, figyeljük a működését végig a verseny folyamán. A mérnökeink figyelik a telemetrikus adatokat, és általában még azelőtt észreveszik a bajt, mielőtt a pilóta megérezné. A Box utca számítógépei közvetlenül az autóból nyerik az adatokat. Ezek az adatok nem csupán a versenypályán lévő mérnökök számára kellenek, hanem továbbítják a csapatok főhadiszállásaira is. Maga az adatgyűjtés és az autó működéséről beszerzendő információk terjedelme meglehetősen átfogó. Tulajdonképpen minden csatornán folyamatosan mérjük az autó minden paraméterét, azután leülünk, és az adatokat megfelelő módon rendszerezve sok újabb, még hasznosabb információkhoz jutunk. A még hasznosabb információ az adatok aprólékos szakértői elemzését jelenti, azt a vizsgálódást, amely a jövőbeni versenyeken a teljesítmény bármilyen csekély javulását eredményezheti. Manapság már több szoftvermérnök foglalkozik az autókkal, mint szerelő a versenypálya mellett. A telemetria oly mértékben eluralkodott, hogy a Box utcában lévő fülkékből még csak nem is látják az elhaladó autókat. Mindössze az előttük lévő képernyőt látják, tehát az ismereteik kizárólag arra szorítkoznak, amit a monitor sugall. Persze volt idő, amikor a versenymérnökei a pályán figyelték az autó működését. Akkoriban egy másfajta adatgyűjtési módszerrel kellett beérniük, a pilótától kapott tájékoztatással. Az agya volt a számítógép és a szája a nyomtató. A megválaszolatlan kérdés, hogy vajon jobbak voltak-e azok az információk, vagy csupán másfajták. Nézzük csak a Nürburgi pályát. Régi pálya, amelyen az 1950-es évektől rendeztek versenyeket. 180 kanyar van, csak a jó Isten tudja, hogy mentek azok a fickók körbe. És tudja, azok másfajta fickók voltak, és sokkal fontosabbak, mint ma. A korai nagydíjakon nem volt még telemetria. Csupán a versenyzők dicsérték, vagy éppen szitták az autót. Gyors volt, vagy lassú, alulkormányzott vagy túlkormányzott, defektet kapott, túlmelegedett, zörgött és leállt, vagy épp összetört. Ilyen egyszerű volt. A hosszú nagydíjakra a kétüléses autókban ülő versenyzőket jól felszerelt szerelők hada kísérte. Szabályok határozták meg, hogy milyen szerszámokat szabad használni. A hangtompítás nélküli motorok fülsiketítő lármája közepette azonban az emberek nem értették egymás szavát. A nézőkhöz eljutott a tölcsér harsogása, de a startvonalnál lévő versenyzőkhöz alig. A start megbízható jelzésére többnyire startzászlót használtak, ha nem is kizárólagosan. A versenyzők órák hosszat rótták a köröket, és csak halvány sejtelmük lehetett a versenyállásáról, mert kevés információt kaphattak. Alfred Neubauer, a Mercedes csapat vezetője az elsők között akart változtatni a szervezetlenségen. Amerikában tapasztalta, hogyan kommunikálnak a csapatok, és sok ötletet vett át tőlük. A Mercedes csapat híressé vált a Box utca és az autó közötti kiváló együttműködésről. A pilóták sokat profitáltak Neubauer titkos zászlójeleiből, tábla üzeneteiből és meglehetősen rejtélyes kézjeleiből. Alfred Neubauer a versenystratégia úttörője, és elsőként ismerte fel annak fontosságát, hogy mindenki egy csapatot alkosson. A versenypályákon használatos utasítások és irányítási formák pontos eredete a múlt homályába vész. Több valószínű verzió is szóba jöhet. A viktoriánus vasúti zászlójelek. A piros szín azt jelenti állj. A lóversenyek rendezése szintén mintaként szolgálhatott. Maga a nagy díj intézménye is innen ered. A lóverseny tovább él a modern Forma 1 nyelvének olyan kifejezéseiben, mint az istálló vagy a box. És a boxban folyik a kocsik felkészítése. A verseny során minden apró részlet számíthat.
A rákövetkező 40 év folyamán csak a táblákkal és az ászlókkal lehetett hatékonyan informálni a versenyzőket, de a box utcában nem fejlődött a kommunikáció. A motorzaj lehetetlenné tette az összefüggő beszédet. Ezért a Brabham tulajdonosa, a fiatal Bernie Eccleston nem sokat hall a pilóta panaszkodásából. Lehet, hogy James Hunt itt titkos kézjeleket használ. Valójában csak melege volt. Az 1970-es évek végén Colin Chapman a Lotustól, aki azelőtt pilóta volt, azzal kísérletezett, hogy egy repülős headsetet épített egy átalakított bukósisakba. Parányi mikrofon és hangszórók kerültek a sisakba. Bár ez sem volt tökéletes, ez a házi telefon felülkerekedett a box utca zaján. Mint minden jó ötletet a Forma 1-ben, a többi csapat ezt is hamarosan átvette. Ezek egyre gyorsabbak, nekünk is rá kell kapcsolni. Betöltünk még 11 litert, hogy meglegyen a kb. 36 liter, ami még kell. Rendben, még 11-et. Most kb. 1 centi 20-at emeltünk a jobb elsőn. Hamarosan mindenki használta már a pilóták legújabb elengedhetetlen kellékét. Innen már csak egy kis lépés, hogy az autókba rádióadókat szereljenek. Jól látható Ayrton Senna Lotus versenyautójának antennája, közvetlenül a fordítólap mögött. Senna, majd később Schumacher is, elég beszédesek voltak. Szinte az egész verseny folyamán kommunikáltak a mérnökökkel, és egyszeriben nagyon fontos eszközzé vált. Rengeteget beszéltünk a verseny tragédiáról, meg a különféle beállításokról, amikor beállt a box utcába. A rádiós kommunikáció nagy találmány volt. Tényleg szerettem, de csak bizonyos emberekkel lehetett így beszélni, mert az nem hiányzott, hogy valaki a rádión keresztül elárasszon a hülyeségeivel. Tehát csak profikkal beszéltem, akik segíteni tudtak a munkámban. De néha, amikor döntést kellett hozni, hogy mikor cseréljek kereket, meglátni, hogy az előnyöm apad, figyelni a versenytársakat mögöttem vagy előttem, hogy milyen gyorsan érhetem be őket, vagy van mondjuk 3-4 autó, kb. 6 másodperccel előttem, akkor esze ágában sincs az embernek utolérni őket, hogy aztán feltartsák, hanem ki kell várni, és csak a legutolsó pillanatban beérni őket. Nos, az ilyesmi megvalósításában játszott nagyon nagy szerepet a rádió. Az 1980-as évek végére már valamennyi csapat kommunikált pilótájával, és egyeztették stratégiájukat a verseny folyamán. Ez nem mindenkinek ment simán. Évekig nagyon nehezen ment a kommunikáció, a zajok és a vibráció miatt, meg a pályán fellépő interferenciák miatt. Lehetett beszélni a box utcában lévőkkel, de csak nehezen értettük meg egymást. A motorzaj elleni fülvédő miatt alig hallottam a sisakba épített hangszórókat. Szóval a 20 év alatt, amíg versenyeztem, a rádiós kommunikáció mindig púp volt a hátamon. Soha sem működött tökéletesen. Az 1980-as évek közepére javulás következett be. Ez a csillagok háborúja stílusában készült korabeli grafika megkísérelte előrevetíteni a jövőt. A rádió adóvevőt a vezérlődobozzal kapcsolták össze, amelyekből elektromos vezetékek ágaztak le a motorhoz telepített érzékelőkhöz. Az alapvető fontosságú információkat a box utcához sugározta, ahol tárolták és elemezték azokat. Az ezeket az információkat észlelő pályamérnökök rádión figyelmeztethették a pilótát, hogy elkerülhesse az esetleges katasztrófát. Tudja, néha velem is előfordult a múltban, hogy a mérnökök például azt mondták, vedd le a fordulatszámot 500-zal, ha tudod, hogy kíméljük a motort. Különösen, ha jó pozícióban voltam és nyerésre álltam. A telemetria segítette a stratégiailag fontos döntéseket, különösen a benzinfaló turbózás idején.
Korábban sok gondunk volt a benzinnel. Különösen a turbós kocsiknál takarékoskodnunk kellett az üzemanyaggal, néha a feltöltést is ki kellett kapcsolni. Az egyik versenyen, amelyet sose felejtek el, rengeteget rádióztunk Patrick Head-del. Nyerésre álltam, és az utasításait követve lekapcsoltam a turbótöltést. Ekkor Keki Rosberg elhúzott mellettem, amin jól felhúztam magam, szinte tajtékoztam, hogy mikor kapcsolhatom már vissza a turbót, mikor kapcsolhatom már vissza a turbót. De csak akkor kapcsolhattam be a turbót, amikor a mérnökök úgy látták, hogy van még elegendő üzemanyag a verseny befejezéséhez. Fantasztikus küzdelem volt. A győzelem vagy vereség nagy mértékben a stratégián múlik. Kinek mikor van technikai leállása? Üzemanyaggal teli kocsival megy és kevesebb leállásra van szüksége, vagy kevés benzinnel, tehát a kisebb súly következtében gyorsabban, de akkor több technikai leállással. Figyelemmel kell lenniük a körülöttük zajló eseményekre. Az ehhez az 1993-as Williamshez hasonló autókban a telemetria kétirányúvá vált. A box utca közvetlen parancsokat küldhetett a versenyautó egyes rendszereinek. Megváltoztathattuk a keverék összetételét, vagy például az elektronika bizonyos beállításait. Változtathattunk a differenciálmű vezérlésen, vagy például üzenetet küldhettünk a pilótának, ami megjelent a képernyőjén és tájékoztatta a pozíciójáról, vagy egy esetleges problémáról, amit a kocsiból hozzánk beérkező adatokból állapítottunk meg. 1993-ban, attól tartva, hogy a műszaki fejlődés robotokká teszi a versenyzőket, betiltották a kétirányú telemetriát. Egyes csapatok azonban megkerülték a szabályokat. Rejtett számítógépes kódokat csempésztek az engedélyezetten futó programokba. A Forma 1-et joggal tartják az autósport csúcsának. Ez a legtöbb műszaki újítást felvonultató sportág. A műszaki haladást pedig nem lehet megállítani, akár csak az élet folyását sem lehet állandóan megszakítani. És nem lehet meg nem történtté tenni, ha egyszer valamit már felfedeztek. A Forma 1 szabályainak megalkotója, az FIA belátta, hogy nem képes kitiltani a vezetést segítő elektronikát, ezért a kétirányú telemetriát 2002-ben ismét engedélyezték. Ezzel lábra kaptak azok a régi kritikák, mely szerint a Forma 1 versenyzői ki vannak téve annak a veszélynek, hogy jól fizetett gépkezelőkké válnak. Bármit felülbírálhat, amit a kétirányú telemetria tesz. Saját maga is nyomogathatja a gombokat, és változtathat a gyújtáson vagy a tüzelőanyag adagoláson, meg minden máson. De a telemetria révén csökken a leterheltsége, így a vezetésre koncentrálhat, ahelyett, hogy a kormánykerékre szerelt számítógéppel játszadozna. Egy jó autóversenyző némi mechanikai érzékkel, mint például Michael Schumacher, aki zseniális ebben, vagy Nigel Mansell, aki szintén nagyon jó benne, az a számítógépes adatokon túlmenően jelentős többletinformációkkal szolgálhat a mérnököknek. Alapvetően csak egy valaki szorítja a volánt és nyomkodja a pedálokat, és valójában ő az egyetlen, aki tudja, mit is csinál az autó. És vannak olyan elemek is, amit a pilóta megérez az autó viselkedésén, és ahhoz igazítja a vezetési stílusát. Tehát nem minden jelenik meg az adatokban, mivel a pilóta az autó jellemzői szerint a vezetés során sok mindent korrigál. Érteniük kell a technikához. Tudniuk kell kezelni az elektronikát, tehát nem igaz az, hogy robotok. Persze, hogy nem robotok. Csak éppen másfajta ismeretek kellenek. Van némi átfedés, de alapvetően másfajta ismeretekre van szükség, mint korábban. A Williams istáló versenyzői, Montoya és Ralf Schumacher egy számítógépes mátrixban mozognak, melyben minden mozdulatokat követik. A Forma 1-es autóversenyzők szerepe talán örökre megváltozott. A kérdés az, hogy a technika továbbfejlődésével mennyire változik szerepük a volán mögött. A válaszhoz érdemes megvizsgálni, mi minden változott a vadászrepülőgépek kabinjában a modern pilóták segítsége érdekében. A Forma 1-es versenyautó vezető fülkéje zsúfolásig tele van műszaki berendezésekkel. A pilótát segítik, miközben ő a küzdelemre összpontosít.
Ennek a technikának nagy része a repülőgépiparból származik. Ugyan a modern vadászrepülők számára a győzelem egyúttal az életet vagy a halált is jelentheti, működési körülményeik mégis hasonlítanak az autóversenyzőkéhez. Ez a Eurofighter vadászrepülő aktív műszerfal szimulátora. Bizonyos vezérléseket elvesz a pilótától. Úgy tervezték, hogy visszatartson bizonyos információkat. Az az alapelv, hogy a pilóta csak akkor kapjon figyelmeztetést, ha arra okvetlen szükség van. Az a filozófiája, hogy ha nem kell tudnod róla, akkor nem mondom meg neked, mert minden úgy működik, ahogy működnie kell, és megfelel azoknak a meghatározott elveknek és elgondolásoknak, amelyek ehhez szükségesek. Mindezt a számítógépek teszik lehetővé a repülőgépen. A számítógép beszél a pilótához, ő pedig válaszol, amíg valami probléma nem támad. A pilóta hangja a harmadik keze. Bejövő hang és kimenő hang, ez a két rendszer működik. Az én bemenő hangom a kezemet helyettesíti, így ha beszélek, nem kell a kezemmel elengednem a repülőgép irányítása szempontjából oly fontos botkormányt, hogy más feladatokat végezzen, egy másik képernyőre váltson, egy másik rádiófrekvenciát keressen. Számos feladatot, rendszerfelügyeletet elvégezhetek hangvezérléssel. Egyszerre csinálhatok valamit a hangom és a kezem segítségével. Növelhetem a hatékonyságomat. A legtöbb pilóta férfi, és a pszichológusok úgy találták, hogy jobb hatással van rájuk a női hang, mint a férfi. A mamára mindig számíthatunk, különösen, ha életveszélyben vagyunk. Abból, amit teszek, a fedélzeti számítógép tudja, hogy hol vagyok, a repülésnek milyen szakaszában. Ha a kerekek a földön állnak, és beindítom a hajtóműveket, akkor tudja, hogy előbb gurulás, majd felszállás következik, és ennek megfelelően súlyozza a nekem szánt információkat. Amint a levegőbe emelkedek, behúzza a kerekeket, és inkább a navigálással összefüggő információkkal lát el engem. Ha egy fegyverhez nyúlok, a harc feladattal kapcsolatos információkat szállítja. Ez tehát az egyik módja annak, hogy megszüntessük a pilótáknak a repüléssel kapcsolatos információdömping miatti túlterheltségét. A hangvezérlés és a számítógépek szinte minden alól tehermentesítik a pilótát, hogy az legfontosabb feladatára, a harci stratégiára és az összecsapásra koncentrálhasson. Ezt a mikroprocesszorok tették lehetővé. Ez a szándék tükröződik ebben az 1993-as Williams versenyautóban is. A tervezők rengeteg feladatot levettek a pilóta válláról, még a sebességváltást is. A számítógép elvégzi a sebességváltást. És ha rosszul választanám meg az áttételt, mondjuk azt mondom, hogy a hatosból a kettesbe tegye, és ez abban a pillanatban nem indokolt, akkor azt mondja, sajnos nem tehetem, mert a kerékérzékelők szerint 290 km/h a sebességem, a kettes fokozatban pedig csak 160-nal mehetek. De ne aggódj, mert amint a kerékérzékelők szerint a sebesség 160 alá csökken, akkor majd azonnal kettes sebességbe váltok. Mansell győzött a Forma 1 legtökéletesebb autójával. Abban az időben a Williams versenyautók műszakilag sokkal magasabb szinten álltak, mint a többiek. Az úttörőnek tekinthető elektronikus félautomata sebességváltó kifejlesztését követően tovább léptek, és megalkották a folyamatosan változtatható erőátvitelt. Egy fiatal és lelkes Williams pilóta, David Coulthard végezte a tesztelést 1993-ban. Nincs olyan próbapad, amely felérne a tesztelésre kialakított versenypályán fellépő rázkódásokkal. A folyamatosan változtatható erőátvitel a legjobb példa a gépek közötti párbeszéd szemléltetésére. A motorteret elektronikus érzékelők kötik össze a sebességváltóval. Ez lehetővé teszi, hogy a motor a csúcs teljesítményén belül maradjon.
David Coulthard nem is nyúl a sebességváltóhoz, mindent az elektronika végez. Általában sebességváltóval dolgozunk, és a pilótának folyamatosan figyelnie kell a fordulatszámra, és hogy előre vagy hátra menetben van-e. Ez időnként elég darabossá teszi a vezetést. Most viszont meglepően simán megy az autó, nagyon tetszik, hogy olyan simán veszi a kanyarokat. Nem kell visszaváltani, mert az autó ezt magától megteszi. Azt bizonyítja, hogy a gép tökéletesebben működik az embernél, mert sokkal simábban végzi a sebességváltást, mint én tenném. Egy olyan pragmatikus mérnök számára, mint Patrick Head, a műszaki haladás része, hogy az embernél tökéletesebb gépeket alkosson. A versenyszabályok alkotói viszont másként gondolkodnak. Még a pályára küldés előtt letiltották az autót. Azt hiszem, egyesek előre féltek, úgy gondolták, hogy ha ettől gyorsabbá válik az autó, akkor jobb, ha letiltják. Még egy év sem telt el, és az 1993-as versenyidőszak vége felé letiltották az összes elektronikus segédeszközt, amely a pilótát segítette. Úgy ítélték meg, hogy korlátozzák az autóversenyzők közötti küzdelmet. A letiltás után sok pletyka keringett arról, hogy az autón lévő engedélyezett szoftverek között illegális számítógépes programok rejtőzködnek. A Forma 1-en belüli letiltása következtében a mérnökök még többet törhetik az agyukat. Ha valamit letiltanak, akkor átirányítjuk a meglévő megoldást egy másik egységünkhöz, hogy egy másfajta technológiát dolgozzanak ki. Vagy a meglévő technológia részletein próbálnak változtatni, hogy akár csak parányi teljesítményjavulást érjenek el. Folyton a határt feszegetjük. Folyamatosan fejlesztünk a versenyek között, valamennyit ideértve, két hetente kitalálunk valami újat. És közben már a jövő év motorján törjük a fejünket, amelyik teljesen újszerű lesz, teljesen más, mint a többi. Tehát folyton nyomulunk, állandóan fejlesztünk, sohasem pihenünk. Nincs pihenés. A Forma 1 mérnökeire a folytonos tökéletesítésre törekvés a jellemző. A teljesítményt legkönnyebben az aerodinamika és a kerék abroncsok javításával lehet növelni. De a startvonalnál várakozó autók szíve továbbra is a motor. A múltban a motorok a versenyeken száguldó autók büszkén mutogatott hősei voltak. Hatalmasak és hivalkodók voltak, és nagy részt tőlük függött a győzelem. Mint amikor a boxolók a mérkőzés előtt kérkednek, az autóversenyző csapatok is előszeretettel mutogatták egyre izmosabb, új motorjaikat. De ez már a múlté. A mai Forma 1-es autók esetében már a tervezésük során komoly gondot fordítanak a képességek elleplezésére. Így a motorokat sem mutogatják. Ha már hozzájutottunk, akkor természetesen meg akarjuk őrizni a versenyelőnyünket. Ezért megpróbálunk elrejteni mások elől mindent, amit kell. Egy jó mérnök már a motor puszta látványából is sok mindenre rájöhet. Elég, ha a külső megjelenését látja. Mi pedig szeretnénk ezt elkerülni. Ez az E41-es motor volt az első BMW fejlesztés a Williams számára a 2000-es Forma 1-es szezonra. A Forma 1-es motoroknak a lehető legnagyobb teljesítményen kell pörögniük, így élettartamuk is sokkal rövidebb, mint a hagyományos motoroknak. Tehát, ha valaki Forma 1-es motort tenne a hétköznapi autójába, akkor 400-szor, 500-szor gyakrabban kellene motort cserélnie azonos futás teljesítmény esetén. A hétköznapi autók motorjainak teljesítményét a megbízhatóság és a hosszú élettartam érdekében alacsonyabbra állítják be. A versenyautó motorjának is megbízhatónak kell lennie, de az élettartam nem számít. Ami számít, az a teljesítmény. Az optimális Forma 1-es motor az, amelyik maximális teljesítményt ad le minimális súly és méret mellett. Az optimális motor előállítása érdekében csökkenteni próbáljuk a méretét és súlyát,
aminek csak lehet. Minden grammért és minden milliméterért megküzdünk a tervezés során, még a legapróbb csavar esetében is. A Forma 1-ben ma minden motor 3 literes V10-es. A normál autókba épített testvéreik méreteinek kétharmadát, súlyuknak pedig csak a felét érik el. A Forma 1-es motor forgattyúházán belül pokoli viszonyok uralkodnak. Iszonyatos erő fejlődik a percenkénti 18 000 fordulat következtében, ami háromszor nagyobb a normál motorok fordulatszámánál. A kipufogók vörösen izzanak. Óriási erőhatások jönnek létre. A dugattyúkra 7000 G erőhat, ami a saját súlyuk 7000-szerese. A főtengelyt és a dugattyúkat tűréshatáruk közelére méretezik. A Forma 1-es motortervezők olyan alkatrészeket hoznak létre, amelyek elég könnyűek, hogy magas fordulatszámot érjenek el, és még éppen elég erősek ahhoz, hogy el ne törjenek. A V10-es motor főtengelye rövidebb, mint a normál 6-hengeres motoroké. Súlya nem éri el ennek a másiknak a felét. Ez jól mutatja, mire kell figyelni, hogy elérjük azt a magas fordulatszámot, amire a Forma 1-ben szükség van. Nem csak a főtengelyre, hanem a dugattyúkra, a hajtókarokra is igaz, hogy a magasabb fordulatszám érdekében csökkentenünk kell a tehetetlenségi erőt. Ezért az abszolút minimumra kell csökkentenünk a súlyt. Egyidejűleg növelnünk kell az alkatrészek erősségét. Már a széria motorjainkban is nagyon könnyű és kisméretű dugattyúk vannak, tényleg mesteriek. De a Forma 1-es motorokban még sokkal kisebb és még tökéletesebb persejek kerülnek. Megpróbálunk megspórolni minden grammot. Megpróbáljuk a milliméter töredékeivel összébb zsugorítani, hogy tényleg eljussunk a végsőkig. A győztes motor titka a súly csökkentése és az alkatrészek tűrés határának elérése. Olyan erős legyen, hogy az adott távot még kibírja anélkül, hogy felrobbanna. Majdnem olyan, mintha egy eldobható termék lenne. Igen, 400 km után elfárad, és egy sor alkatrészt mindenképpen ki kell cserélni. Csak egy-két dolgot tudunk megtartani, például az öntvényházat és hasonlókat, amelyeket csak felújítunk. Tehát fordítva is gondolkodhatnánk, ha a Forma 1-es motorunk több ezer kilométert is elmenne, az elég bosszantó lenne, mert az azt jelenteni, hogy voltak éppen fölösleges súlyt cipelünk magunkkal. A súlycsökkentés azt jelenti, hogy a versenyautó motor folyton a végét járja. Vagy nagy a teljesítménye, vagy nincs teljesítménye. A Forma 1-es mérnököket manapság a teljesítményfokozással kapcsolatos kérdések foglalkoztatják. A teljesítmény fokozása érdekében több levegőt kell a motorba juttatni. Több levegő kell a motornak, mivel hogy 3 literben rögzítették a maximális hengerűrtartalmat, ezért a nagyobb fordulatszám érdekében gyorsabban kell pörgetni a motort. Ezért mindenki a fordulatszám növelésén fáradozik. Hallhatja, hogy a kollégák már is percenként 17-18 ezer fordulatról beszélnek, és ez csak emelkedni fog. Az ádáz verseny és a Forma 1 szabályai azt eredményezik, hogy a különböző csapatok által előállított motorok teljesítménye alig különbözik. Itt a Ricardo Motorsports motor részlegénél egy virtuális világban matematikai analíziseket végeznek a motorban áramló levegő szabályozásának módjára vonatkozóan, hogy növelhessék a teljesítményt. A számítógépes áramlás dinamikát aerodinamikai egyenletek felhasználásával alkották meg. A különböző színek a motortérben lezajló robbanás folyamatának különböző fázisait mutatják. A fehér pontok üzemanyagcseppecskék. A szoftver segítségével kutatják az olyan komponensek apró teljesítménynövelő hatásait, mint amilyen a levegőbe ömlőé. The figure on the top right
A jobb felső képen a levegőbe ömlő szerkezetét vizsgáljuk. A levegőt az előre haladó autó mozgása juttatja be a motorba, de a motor alja is lélegzik. Minden egyes henger levegőt szív be. A természetes folyamat az, hogy a levegő tehetetlenségénél fogva a doboz végén összesűrűsödik, tehát több levegő kerül a hátsó hengerekhez, mint az elsőkhöz. Ezekből a számításokból megtudhatjuk, hogy merre felé áramlik a levegő, amit befolyásolhatunk a beömlő nyílás belső kialakításával. Szeretnénk elérni, hogy azonos mennyiségű levegő kerüljön minden hengerhez, ezáltal a motor minden egyes hengere maximális teljesítményt adhasson le. A légáramlás számítógépes szimulációja fontos fogaskerék abban a gépezetben, amely a Forma 1-es autók építésére szakosodott. Az autót rendszerként fogjuk fel, sőt számos igen bonyolult önálló rendszer összességeként, amelyek egymással kommunikálnak és összehangoltan működnek. Tehát minél szorosabban kooperálnak a rendszerek tervezői és fejlesztői, annál nagyobb esélyünk van arra, hogy olyan integrált csomaggal állhassunk elő, amelynek elméletileg jobb teljesítménye lesz a versenypályán. A jobb teljesítmény érdekében azonban a pályán kívül is hatalmas erőket kell mozgósítani. A Forma 1 rendelkezik a legfejlettebb számítógépekkel és szoftverekkel, de talán még mindig a pilóta agya a legtökéletesebb kompjúter. A kérdés az, mely tekintetben a legjobb? A nagy díjakért küzdő autóversenyek hosszú utat tettek meg a kezdetek óta. A Forma 1 a szponzorok révén évente 3 milliárd dollárt hozó üzletté nőtte ki magát. Ma már minden és mindenki márkanévvé vált. A gazdagok pénzén a csapatok hozzáférhetnek a haditechnikával, az orvosi kutatásokkal és az űrkutatással kapcsolatos műszaki fejlesztésekhez és anyagokhoz. A mai Forma 1-es autóversenyzőknek már nem csak ügyességre és izomerőre van szükségük, intelligens láncszemmék kell válniuk a láncolatban. Ahhoz, hogy két autóval 36 órát versenyezzenek egy évben, ma már százak egyesített erőfeszítéseit igényli az autógyárban. A Forma 1 igazi csapatsporttá vált. A Forma 1-es versenyek minden második vasárnap délután 2 órától 3-ig tartanak. Az egyéb időpontokban zajló események igazából csak az üzlet miatt kellenek, mert hát meg kell szerezni valahogy azokat a bizonyos óriási összegeket, és mert tartani kell a formát. Mindig is mondtam, hogy a Forma 1 az élet quintesszenciája. Mert a siker jutalma hatalmas. Gondoljunk Michael Schumacherre, aki évente 50 millió angol fontot keres. A nézők az autók fej-fej melletti küzdelmét akarják látni a pályán. A kritikusok szerint ez az autók kialakításából következően nem lehetséges. Azt állítják, hogy az autókat egyre erősebbé tévő műszaki fejlődés csökkenti a látványosságot. Szerintük meg kellene szüntetni minden aerodinamikai berendezést, az előső szárnyat, a hátsó szárnyat, be kellene tiltani az alváz alatti diffúzorokat, és eltávolítani az egész elektronikát. Így viszont visszajutnánk az 50-es, 60-as évekbeli Coopersekhez és Lotusokhoz. A szponzorálás előtti korszakhoz, amikor nemzeti színekben versengtek a csapatok. Ez már nem is Forma 1 lenne. A mai Forma 1-et fejlesztők és mérnökök irányítják. A Forma 1 a technikai lehetőségek szemléje. A szabályok és korlátozások csak újabb és még komolyabb feladatokat jelentenek a csapatok vezetői és technológusai számára. A Forma 1-es pilóták szerepe megváltozott, de ma is roppant fontosak.
Azt hiszem, az előírt értékek csak a kereteket adják meg, hogy meddig mehetünk el. Az viszont végül is a pilótán múlik, hogy hogyan állítatja be az autót a mérnökökkel, hogy az minél gyorsabb lehessen, hogy tágíthassuk a kereteket. Bonyolult és nehezen érthető, mondja a kritika a Forma 1-ről, továbbá, hogy elszakadt a tömegektől, irreleváns és technikailag érthetetlen. Azt a kérdést is felteszik, hogy mi a haszna? Kit érdekel, mi a haszna? Mi a haszna a focinak? Vagy a kriketnek? Mi a haszna a tenisznek, vagy az atlétikának? A Forma 1 szórakoztatja az embereket. Hogy mi a Forma 1? Végső soron két fickó az év 17 vasárnapjának délutánján versenyez, és mögöttük áll 500 vagy 1000 ember. Hihetetlen kontraszt van az űrtechnikához hasonlítható műszaki tartalom és a nevetséges emberi ösztön között, amely vasárnap délutánonként versenyezni akar. A Forma 1 egyik legsikeresebb csapatát mintegy 30 évig Frank Williams vezette. Ő valóban képes megítélni, hogy milyen fontos a Forma 1. Azt hiszem, ha a Forma 1-et valami szörnyű oknál fogva nemzetközileg betiltanák, akkor hamar a feledés homályába merülne. Talán csak néhány rajongó nosztalgiázna, de a világrendjére vajmi csekély hatással lenne. De azért jó szórakozás. Igen, remélem, hogy a világ minden táján örülnek neki. Narrátor Görög László. A magyar változatot a Mafilm Audio Kft. Készítette.